Mint ismeretes, félbeszakadt a megyei bajnokság, és csak azzal lett bajnok a Majos, hogy csak a győzelmek számában előzte meg az ugyanannyi ponttól gyűjtő Bonyhádat. Így mondhatni nem csak a pályán dőlt el a 2019-2020-as megyebajnoki cím. Ez már önmagában nehezen feldolgozható volt a bajnoki címvédésre készülő bonyhádi csapat számára. Ehhez még hozzájött a járvány okozta tétlenség, szinten tartó egy helyben topogás, a nyomasztó edzés és mérkőzés hiány. Ebből az apátiából kezd éledezni a bonyhádi foci, és készül a következő bajnokság megnyerésére a PVLC. Ugye úgy zárlódott le a bajnokság, hogy 11 forduló még vissza volt. Borzalmas volt, tehát nem tudtunk egyik pillanatra a másikra edzeni, távol került a csapat egymástól, nem volt meg az a kontakt, ami eddig mindig megvolt, és nagyon rossz volt, tehát örülök, hogy nagyjából ennek vége van. Meg lett volna 2019 nyarán a lehetőség, hogy a bajnok Bonyhád újra NB3-as legyen. Igaz, ekkor még osztályzón, annak sikeres megvívásával vezetett az út az NB3-ba. De Bonyhád köszönte szépen akkor a lehetőséget, nem élt vele. Pénzügyi és szakmai okokból. Körül Roland edző úgy fogalmaz ma is, nem érezte azt, hogy a bonyhádi gerinc megtartásával érettek lettek volna, és lennének ma is az NB3-ra. Én még most is azt gondolom, hogy az NB3 a jelenlegi finanszírozásában sok egy klubnak, sok az önkormányzatnak. Ezen most még rondított egyet a járványhelyzet, tehát most még inkább még rosszabb a helyzet az én megítélésem szerint. Úgyhogy nehéz ezzel most mit kezdeni. A Bonyhád jelenlegi kerete megtartására készül. Most még az átigazolás időszak kezdet előtt nem lehet tudni, hogy a meghatározó és a fiatalabb évjáratú topjátékosaik, ellenállva az érkező ajánlatoknak, mindegyike marad. Küllő Roland nem igazán attól tart, hogy esetleg gyengébb csapata lesz őszre, mint volt tavaly, sokkal inkább azt foglalkoztatja, hogy több jelenlegi szponzoruk bizony kerülhet jövő nyári olyan gazdasági helyzetbe, hogy nem lesz módja az eddigi szinten sem támogatást nyújtani. Hadi lábon áll most, hogy lehet ezt megoldani a jövő tekintetében, nem az idei évet, hanem a jövőt, a következő év tekintetében. A több, a minőségibb edzésmunka elvezethet odáig, hogy a saját nevelésű fiatal játékosok felnőnek tudásban az NB3-as szintre, ami növeli minden bizonnyal a támogatók számát is, és a szponzorációs összeget. Remélik okkal a bonyhádi szurkolók. A bonyhád-börzsönyi erőlétpótló egyhetes felkészülés után a következő hónapban már komolyabb edzések is elkezdődhetnek, és sokat fog meccselni a rajtig a Bonyhád Völgység LC.